A levegő minőségének követésére alkalmas telefonos alkalmazást hozott létre a Környezetvédelmi Minisztérium. Az applikáció jelenleg Bukarest és Ilfov környékén működik, de hamarosan az egész országra kiterjesztik. Mobiltelefonra letölthető, a levegő minőségének követésére alkalmas telefonos alkalmazást hozott létre a Környezetvédelmi Minisztérium. A Qualitate Air nevű alkalmazással bárki követheti, hogy mennyire szennyezett a levegő saját településén vagy az ország más részein. Elsősorban Bukarest és Ilfov környékét figyelik, mivel korábban leginkább itt mutattak ki magas szennyezőanyag koncentrációt. Táncos Barna környezetvédelmi vízügyi és erdészeti miniszter kifejtette, a megfigyelő állomások folyamatosan működnek, ugyanakkor még tart a felülvizsgálat, illetve a karbantartás időszaka. Azokat az információkat bocsátja az érdeklődők rendelkezésére, amelyet a levegő minőséget ellenőrző berendezések szolgáltatnak. Egy országos hálózatra épül ez a telefonos alkalmazás, letölthető a Google Play-ből vagy az Apple Store-ból, és felinstalálható bármelyik telefonra. Innen látja minden állampolgár, hogy az illető városban, az illető városközpontban akár milyen minőségű levegőt mér az a hivatalosan engedélyezett berendezés. Hozzátette, további helyszínekkel is tervezik bővíteni az alkalmazást, hogy minden városban információt nyújthassanak a lakosoknak. Az állandó monitorozás ugyanakkor felméri a helyi döntések hatását is a levegő minőségére. Kolozsváron és Brassóban kimutatható a javulás az elektromos autóbuszok bevezetése óta, ugyanakkor Bukarestben nyilvánvaló az intézkedések hiánya.